Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Egy érdekes videót állítottam össze, megint a Hiperlanddal fogunk foglalkozni. Nekem nagyon megtetszett, és keresem a helyét. Azaz keresek először egy olyan előbeállítást, mint ahogy múltkor is mutattam, amivel el tudok indulni. El tudok indulni kényelmesen, nem szeretnék alapból egy olyan felépítést csinálni, hogy az alapkonfigurációt nekem kelljen minden szinten beállítani. Ez jelen pillanatban olyan időt elvenne az életemből, amire nincs időm. Őszintén bevallom, nincs időm, szeretném megismerni a lehetőségeket, szeretnék egy kicsit körbenézni, milyen lehetőségek vannak. Ilyenkor természetesen az ember első lépésben nekiáll keresni kézbeállításokat. Múltkor már egyet bemutattam, illetve az Arch alapú Csacsi Linuxot is bemutattam, annak a telepítése most megtörtént. A telepítésről annyit kell tudni, hogy egy Cinnamon felületet tettem föl. Javaslom egyébként mindenkinek, ha új felületet, új akármit, ablakkezelőt vagy egyéb dolgot szeretne kipróbálni, akkor érdemes biztonsági okokból felrakosgatni egy olyan ablakkezelőt vagy asztali környezetet, jelenleg a Cinnamont, ami igazából neki ismerős, tehát hogyha balhé van, akkor vissza tudod a térni, meg tud nyitni állományokat, be tud zárni állományokat, újra tudja konfigurálni azokat a dolgokat, amire neki szüksége van. Illetve természetesen egy alap Hiperlandot felraktam, ami a Csacsi Linuxon nem igazán túl szép, nem igazán túl hasznos, nem is igazán szoktam úgy alapból használni, de arra pontosan megfelel, hogy én rátelepítsek egy előre elkészített állományrendszert, illetve hát egy olyan konfigurációs rendszert, amit ki szeretnék próbálni. Azaz vágjunk is bele. Alapvetően a leírásban belinkelt honlapra oda mentek, illetve a GitHub oldalra, és utána elolvassátok, ami ott van. Természetesen én sok mindent bemutatok, de mindenkinek azt javaslom, hogy a srácnak a videóit nézzétek meg, nagyon jó összeállításban, nagyon jól elmondja azokat a dolgokat, amit alapból ismerni kell. Oké, felmentünk az ő GitHub oldalára, itt van egy bash telepítési parancs, felejtsd el. Megmondom miért. A Csacsi Linuxba a fish shell van alapból beállítva, most vagy átállítod bashra, és futtatod ezt a dolgot, vagy tovább lépsz, azaz első lépésben megnyitjuk a wikit, tehát a leírásokat tartalmazó oldal, aztán nagy lendülettel az installációs oldalra oda megyünk, elolvassátok a wikit, különböző dolgokra választ kaptok, tehát nehogy nekiugorjatok valamit úgy felrakni, hogy még véletlenül se olvastok el hozzá semmit, nem nézitek meg a videót. Alapvetően nekem nem volt semmi problémám telepítéskor, mármint ennek a rendszernek a telepítésekor, de előfordulhat, azaz olvassátok el. A képeket meg lehet nézegetni, igazából nem érdekes. A lényeg az, hogy megint ajánlja ezt a bash parancsort, nekem igazából nem jött be, fish van fönt. Jó, oké. A következő dolog természetesen az, hogy installáljuk Git rendszeren keresztül. Hát természetesen első lépés, hogy nyitunk egy terminált, a terminált megnyitjuk, ahogy lehet látni, fish. Azaz, igazából nem bash. Csináljunk először egy könyvtárat, tehát mkdir, és legyen az a neve, hogy a, teljesen mindegy, CD, a, beléptem ebbe a könyvtárba. Azaz, nem csak belehányja a te home könyvtáradba a cuccosokat, hanem egy rendszerben van. Tehát egy könyvtárban van. Itt is ajánlja, hogy lépj be a letöltési könyvtárba, nyilvánvalóan az is egy megoldás, de én meg azt gondolom, hogy ne koszosítsa össze, ne szemetelj össze a letöltési könyvtáramat, ennek két oka van, mert oda mást is le akarok tölteni, ha ebbe belehány megint egy csomó dolgot, akkor a végén nem fogom megtalálni kettő, a másik pedig az természetesen, ahogy tudjátok, a letöltési könyvtárba én egy Winchester csatolok fel, így tehát nem igazán lenne jó, hogyha a letöltési könyvtárba menne. Jó, sokat beszéltem, elindítjuk azt, hogy Glit klón, tehát klónozzuk az ő cuccát. Na hát az első gondolat az, mivel hogy belefutottam, nincs fönt a git, az a sudo pacman s, tehát kötőjel nagy s, és git. Tehát ehhez tartozó cuccost lehúzzuk. Az én jelszavam, megadom 1, 2, 3, 4, és megvan adva, telepítjük a gitet. Ez alapdolog,
megint egy kitérést tennék, hogyha árccsal szeretnél foglalkozni, érdemes összeállítani egy olyan listát, amelyik programokat mindenképp használsz. Most éppen a Git, vagy akármelyik egyéb ilyen rendszerhez közeli fontos dolog, amit alapból nem rak fel nekünk a csacsi Linux, azokat egybe telepíteni érdemes, mert mindig menet közben derül ki, hogy ilyen alap dolgok, például a Git nincs fent. Oké, klónozni fogjuk az egészet, azaz én bemásoltam elejétől a végéig, lenterezzük, és elkezd dolgozni. Dolgozik, lehúzza azokat, ami neki kell, illetve egy részét hozzáteszem, és utána más nincs, be kell lépni a .file könyvtárba, CD .file. Oké, bemásoljuk. Ha van rá lehetőséged, és ilyen összetettebb dolgot szeretnél csinálni, a másolás nem egy rossz dolog. Leenterezzük, na, hogy beléptünk. A következő az install sh-t, tehát ezt a scriptet indítsuk el, megint másolok, megint enterezek. Látható, hogy dolgozik. Azt is lehet látni, hogy egész szépen összeállított dolog lesz, tehát nem egy összehányt, hát hogy is mondjam, fusson le a script, aztán senkinek semmi köze, hogy mi van bent, és nem kérdezzük meg a felhasználót. Vannak ilyen scriptek, nem szeressük őket, jobban szeretem, hogyha időnként megszakítja a műveletet, és megkérdez, hogy én mit akarok. Legalább a látszata legyen meg. Hát ő aztán elkezdi kérdezgetni, hogy szeretnéd-e installálni ezeket a cuccosokat. Hát nyilvánvalóan yes-re bökünk, enterezünk. Leszedi azokat a dolgokat, amire szüksége van, első körben természetesen olyan, hogy is mondjam, kiegészítőket, amiket ő használni fog. Ezekbe belelépni, mármint úgy értem, hogy nemmel válaszolni, fölösleges, mert a script futásához ezek kellenek, tehát a telepítéshez kellenek. Gyakorlatilag minden olyasmi, amire szükség van, mármint neki, le fog jönni. Ne nyújj bele. Tehát itt yes, 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 yes. Oké? Odáig, amíg megint komolyabb kérdés nincs. Fut a dolog. A rendszered beállítása, illetve a rendszered sebességének függvénye az, hogy pillanatok alatt vagy hosszabb idő alatt jön le. Lehetett látni, hogy igazából sok olyasmit húz le, meg látod is majd, amiknél igazából fordítási feladat is van, azaz helybe készíti el az állományokat, nem csak letölti és installálja. Ezeknek a fordítás ideje hosszabb, rövidebb lehet. Oké, megint eljutottunk, hogy szeretnéd-e upgrade-elni a rendszeredet. Mivel, hogy 5 perccel ezelőtt telepítettem a rendszert, körülbelül, én azt mondom, hogy igen. Akkor is azt mondanám, hogyha 2 hete nem frissíteném, és akkor is, hogyha 1 másodperccel előbb történt volna meg, ennek a rendszernek a telepítése miért? Mert hogyha ő azt kéri, hogy rendszeredet frissítsd, upgrade-elt fel a legújabbra, főleg olyan rendszereknél, amik úgynevezett gördülök, tehát folyamatosan jönnek a frissítések, például az Arch, akkor azokat le kell frissíteni a legfrissebbre. Nehogy az legyen, hogy most a Hyperlandot telepítjük, igen, a Hyperlandot szeretném telepíteni, space-szel ki is jelölöm, és le is enterezem, amíg beszélek. Gyakorlatilag le kell frissíteni, hogy legfrissebb legyen, mert különben lehetnek ütközések, bajok, bubánatok, nekem nem kell az. Oké, 2 dolgot kérdez meg, illetve 2 választásunk van. Az egyik, hogy az új csomagokat telepítse, vagy pedig minden csomagot újrainstalláljon. Mivel gyakorlatilag ez egy natur friss, és hozzá nyúltam láthatóan egy programot. Telepítettem a Git-et, meg az OBS-t, amivel gyakorlatilag felveszem ezt a videót, tehát ez egy szűz rendszer, így nem szeretnék semmit újra telepítetni vele. Hogyha neked egy elhasznált Arch-ra van felhúzva, vagy arra szeretnéd felhúzni próbaként ezt a állományrendszert, ezt a beállítási rendszert, akkor érdemes ráfrissíteni, tehát mindent újra installálni, biztos, ami biztos, tehát én most csak az új csomagokat szeretném telepíteni, nem telepíti újra a régebbi programokat, és lefut idő, amennyi idő, igazából lényegtelen, percek alatt lefut. Miután lefutott az egész, ez nagyjából másfél perc volt, megint kérdez, hogy szeretnéd-e
egy kicsit ellenőrizni a rendszeredet, persze, hogy szeretném, meg különben is nem tudom, mit akar kérdezni, leellenőrzi, hogy azok a cuccok, amik neki kell, fent vannak-e. Gyakorlatilag, mivel én a Hyperlandot telepítettem, hiszen emlékeztek a telepítős videóba, ott lehetett választani, hogy a Hyperlandot meg egyebet is felrakja, azt beixeltem, fent van, plusz ő felrakta azt, ami kellett neki. Így leellenőrzi megint, hogy minden oké. Okay, hát természetesen megint Enter-t ütünk, gyorsabban lehetne ütögetni az Enter, de szeretem végigmagyarázni, mit látunk. Oké. Okay. Megkérdezi, hogy hova tegye azokat az állományokat, amiket ő leszed, tehát ezeket a pontfájlokat, konfigurációs állományokat. No, itt van egy nagyon fontos dolog, amit ki szeretnék emelni. A srác, aki ezt elkészítette, lehet látni, hogy ő igazán szereti a rendszert állogatni, tehát beépített egy olyan gondolatot, hogy különböző könyvtárakba be tudod tenni a különböző állományokat. Tehát most ebbe a helyzetbe, mondjuk a .fájlok közé berakjuk ezeket az állományokat, ebbe a könyvtárba, amit kér, hogy a saját mappa per .fájl. Oké, okay. Hogyha még egyet szeretnél telepíteni, akkor berakod a .fájl 2-be, vagy akármi egyéb elnevezésbe, és a kettő között váltogatni tudsz. Azaz van egy ilyen lehetőség arra, hogyha véletlenül az újabb, vagy általad átirogatott, mert át tudod másolni és át tudod irogatni, az nem lesz mégse nem jó, akkor nagyon kényelmesen vissza tudsz térni az előző eredeti, mondjuk eredetiként kezelt állományokhoz. Azaz kényelmes, mivel én nem akarok nagyon belenyúlni, illetve hogyha belenyúlok és nem megy, akkor így is újra telepítem, ebbe a könyvtárba benyomatjuk az egészet. Yes! Oké, okay, ennyi. Megkérdezi, hogy mentse. Én nekem az az egyéni véleményem, jelen pillanatban nem igazán van mit mentenie, tehát azokat az állományokat, amik a Weibarhoz, a Hyperlandhoz tartozó, Bashhoz tartozó, illetve az Alacrityhez tartozó cuccok, beállító állományok, nem igazán van mit menteni, hiszen ez egy szűz rendszer volt, a gyári beállítások meg visszaállíthatóak, tehát nem egy agysebészet lenne, de hogyha te már egy rendszert használtál és valamit beállítottál, akár a Basher C-be, akár a Weibarba, vagy akárhol Alacrity-be, akkor légy szíves menteni. De most egy kicsit kitérnék arra, ha valami rendszer megkérdezi, hogy szeretnél-e mentést csinálni, és nincs nagyon-nagyon nagy biztonsággal olyan mentése, amiből 101%-ig vissza tudod állítani azokat az állományokat, amiket ő ment, vagy nem akarod a napokba újra telepíteni a rendszert, akkor ilyenkor ezt kell nyomni, azaz mentés. Mentsen! Nem kerül semmibe, kicsi állományokról van szó, szöveges állományokról, és természetesen, ha mentés van, abból baj még nem lett. Nem az egész rendszert menti le, csak azt a pár kis állományt különben is. Na, megvan, ennyi volt. Oké, a menedzsert, tehát azt a menedzsert, amivel te belépted a rendszerbe, azt megváltoztatja-e, vagy nem. Gyakorlatilag, mivel én a VLAN-et szeretném használni, és ehhez természetesen az SDDM elnevezésűt ajánlják, tehát az a kis bejelentkezési ablak, amit ajánlanak, én nagy lendülettel kipróbálom azt, ezt szokták ajánlani, installálta már fel, de hagyhatod az eredetit is, hiszen oda is be tudod tenni, hiszen, hát hogy mondjam, a VLAN-et el tudtuk volna másból is indítani, oké, okay, nem igazából jelentős dolog, de mivel ugye ez egy tesztrendszer és az SDDM, amit ajánlanak a VLAN-hez, én nagyon bólogatok, hogy ezt szeretném feltenni, meg témafájlokat, tehát ilyen kinézeti témafájlokat is ő föl fog rakni, látható nem egy nagy mennyiség volt. Oké, okay, a témát szeretnéd, persze, hogy szeretném különben is, azt mondta, hogy hát ez egy komplex rendszer, akkor témái is jöjjenek fel, tehát ennek a bejelentkezési képernyőnek a témái is. Szeretnéd-e a billentyűzetet átállítani? Két lehetőséged van, ha US-et, tehát USA kiosztást használsz, akkor rábólintasz, hogy oké, okay, mehetünk tovább, ha nem, akkor változtatni kell, vagy te majd kézzel megváltoztatod a beállító állományokba, én meg szeretném változtatni, megkeressük a magyar, leenterezzük, fontos, mert én belefutottam abba, hogy bocsánat, de átállította USA-ra, és a jelszavammal probléma volt. Természetesen nem gondoltam rá, hogy átállítja. Oké, okay.
Oké, és meg lehet keresni, hogy melyik az a kiosztású billentyűzet, ami neked kell. Oké, nekem ez van, processzed, hajtsuk végre, oké. Nem, én nekem nem laptop előbeállítás kell, ha laptopod van, próbál ki az Basercét szeretnéd installálni, kicserélni, igen, szeretném, két okból, mert nem Bast használ a Csacsi Linux, hanem Fist, hát bizony az ő saját beállításait legyen szíves ide bemásolgatni, szeretnéd az ML4V dotfájlait installálni, igen, szeretném, ezért is indítottuk el, a háttérképeket szeretnéd, megmondom őszintén, nem muszáj, de azért jobb, hogyha a háttérképeket installálod, mert különben a háttérkép választó nem jól működik, ha nincs hozzá természetesen megfelelő mennyiségű és minőségű háttérkép. De te is gyűjtögethetsz ebbe a mappába, amelyet ide kír, hogy wallpaper. Igen, szeretném, yes! 107-et hoz le körülbelül, vagy legalábbis a kiírás szerint 107-et, de hogy ez mennyi valójában, nem nézegettem. Mivel nem vagyok helyszükében, ahogyan múltkor is beszéltem, plusz azokat a háttérképeket is le fogom menteni ebbe a mappába, hogy legyen választék, lehúzza. A többi működik, itt van egy erőteljes változtatás, amint lehet látni, hogy újraindítjuk-e a rendszert, hát természetesen a helyes válasz az, hogy igen. Újraindítás után, mivel hogy VLAN-re léptünk át, érdemes az OBS-t átállítani, hiszen eddig X alatt dolgoztam Cinnamon mellett, természetesen ilyenkor a felvételi dolgokat át kell állítani, ezt csak úgy menet közben említettem meg. Mi az, amit látunk? Azonnal feldobja ezt a kis terminál ablakocskát, és azt mondja, hogy post install, és légy szíves megadni a jelszavadat. Nyilvánvalóan folytatni kell az installációt, megadjuk a jelszót, és leenterezzük, és utána megkérdezi, hogy installálni szeretnéd-e azt, amit ő installálni szeretne. Ez a sötét téma a GTK 4-es applikációkhoz, eszközökhöz, persze, hogy szeretném, mert manapság már, hadd ne azt mondjam, hogy legalább 1 millió féle ilyen háttér akármi van, QT, GTK 4, GTK akármi, amihez a téma dolgokat, egyéb dolgokat érdemes felrakni egybe, mert különben nem lesznek egy kinézetűek a különböző programok. Nyilvánvalóan, hogyha egy asztali környezetet telepítenénk, akkor ez nem lenne ennyire érdekes vagy fontos, de hát itt nyilván rákérdez, hogy ezt szeretné, de hát persze, hogy szeretném, yes! Megint elkezdődik az, hogy kérdezi az, hogy mit szeretnél installálni, és én elfogadom, szeretnéd a Flatpak-eket, Flatpak csomag kezelőrendszert telepíteni, hát én meg köszönöm, hogy nem kézzel kell telepíteni egy sorral, hanem egy enterezéssel, szépen felhozza, amit kell, nyilvánvalóan kis magyarázat, a Flatpak egy önálló csomagkezelő rendszer, amelyet éppen minden disztribúcióba tudsz használni, sok Flatpak csomagot használok. Hát megint mit kérdez? Természetesen azt kérdezi, hogy szeretném-e újraindítani a rendszert, megint azt mondom, hogy természetes. Újraindítás után belépünk a rendszerbe, gond nélkül elfutott az újraindítás, egy viszonylag normálisan kinéző rendszert kapunk, tehát úgy értem, hogy első kinézet nem egy szegényes dolog. Tehát érezni lehet, hogy ebbe a számunka van. Higgyetek el, külső szemlélőként azt mondom, hogy idáig a Mabox elnevezésű rendszeren kívül ez az első az, amit úgy látok, hogy egy ember, két ember csinál, és valóban beletette azt, amit bele lehetett tenni, azt a munkát. Tehát itt valóban ráfeküdt arra, hogy jól nézzen ki, plusz rengeteg mindent tudjon. Itt nem arról beszélünk, hogy egy disztribútor, egy disztribúció az milyen, hanem ő valóban csak a beállító állományokat készíti, és valóban jól készítette. Szeretem dicsérni azoknak a munkáit, akik jól dolgoznak, és ő jól dolgozott. Oké, szokásos bejelentkező képernyőt kaptunk, üdvözlő képernyőt. Ránézzünk a rendszerre. Háttérkép megvan, megvan a bárunk is, tehát ez a panelkénk, ami általában nagyon elvárásos dolog. Ha véletlenül azt látjátok, hogy a egerem ide-oda ugrál, az azért van, mert még a monitorok elhelyezkedését nem állítottam be, ahogy
a telepítés megtörtént, természetesen majd később beállítom, de így van, hogy egymás mellé rakja azokat a monitorokat vízszintesen, virtuálisan, amik vannak, de hát nekem meg fizikálisan nem úgy állnak, tehát azért lehet, hogy ugrik egyet az egér, vagy éppen bénázok a mutogatással. Oké, megkaptuk ezt a bejelentkezési panelt is, ami első körben úgy tűnik, mint egy átlagos dolog, nem az. Itt kapunk egy üdvözlést és a gyors billentyűket. Rábökünk ide, és akkor az összeset meg tudjuk nézni. Véleményem szerint jól összeállított gyors billentyűk vannak, de hát legyünk őszinték, a gyors billentyűket mindenki úgyis személyre szabja, hiszen ez teszi ennek a rendszernek, mondjuk ablakkezelő rendszerek összességének a lehetőségeit végtelenni, hogy úgy állítom be a gyors billentyűket, ahogy kell. Oké. Ez egy dolog, megnézed, mit, hogyan lehet indítani, ki lehet kapcsolni a megjelenítését, vagy nem megjelenítését, ezzel nem szeretnék foglalkozni. Oké, most jönnek azok a hozzáadott értékek, tudom, ez a szó összetétel, hogy hozzáadott érték nagyon-nagyon el lett, hát hogy is mondjam, inflálva, mert mindenki mindent hozzáadott értéknek nevez, de ő sok mindent hozzáadott, nem csak egy kinézetet adott, hanem sok olyan beállítási lehetőséget, amitől én, hát hogy is mondjam, hanyattestem. Bevallom őszintén, első körben úgy indultam, hogy jó, persze fölrak egy panelt, fölrak egy-két dolgot, nem kellve macerálni, de sok beállítási lehetőséget megadott nekünk, amit egyébként szövegszerkesztéssel, meg egyébbel kellene megcsinálni, itt azért grafikusan be tudunk állogatni. Első körbe beállítások. A .fájlok beállítása, rákattintunk, és lehet látni, hogy kapunk egy jó kis panel. Az, hogy mit állítunk, vagy hogyan állogatjuk, azt végig kell nézni, mert nem kevés. Hozzáteszem, ezek nem kevés dolgok, lehúzom, lehet látni, azért többféle beállítások vannak. Első körben a bar beállítását lehet megcsinálni, ilyen alapfokon természetesen, óraformátum megjelenjen, ne jelenjen meg, illetve melyik modul jelenjen meg, illetve melyik nem. Természetesen egy ki van kapcsolva, hogyan lehet megnézni, hogy mi az, kibe kapcsoljuk, és utána természetesen itt lehetett látni, hogy megjelent az a taskbar-szerűség, amit már máshol is megszoktuk, kell, nem kell, eldöntöd magadnak. Én úgy gondolom, hogy mindenki be tudja állítani. Ezeket a részeket be tudod állítani, mi legyen rajta, mi ne legyen rajta a modulok közül. Itt el tudod dönteni, mi kell, mi nem kell. Gyakorlatilag egyéni dolog. A következő fülön szintén beállítások vannak a Rofinak, a DUNS-nak, tehát hol jelenjen meg az értesítés ablak, milyen effektusok legyenek, illetve az effektusok beállítását lehet megcsinálni. Nagyon sok mindent be tudsz állítani. Oké, a game mode itt nem egy extrém dolog, tehát nem fogja a gépedet átszervezni, hogy gamer gép legyen. Egy pici másfajta beállításokat fog használni, nem lesznek geppek, rések az ablakok között, meg ilyesmi. Oké, ugorjunk, hát véleményem szerint mindenki meg fogja tudni találni az, hogy a keret mérete az 3 plusz minusz, akkor 2 vagy 4-re lehet váltani. Nem is ez az érdekes. Az érdekes az, ami nekem nagyon-nagyon-nagyon megtetszett, meg a leírásban már el is olvastad, ugye, ahol ajánlottam, hogy ott azért olvasgatni kell, hogy a Hyperlandnak a konfigurációs állománya olyan, hogy ki lehet szervezni külön állományba, külön fájba, mint az i3 VM-nél is, különböző beállítás csoportokat, és azt beimportálni. Nagyon-nagyon jól megoldotta, mert különböző beállításokat készített különböző ilyen külső állományba egy adott témához. Ilyen például az animációk. Az animációkat a Hyperlandnak a beállításába egy blogba meg lehet találni. Alapbeállításba ő kitette egy állományba, egy külön fájba, a megfelelő könyvtárba, és ő beállította. Igen, de hogyha szeretnél te több beállítást is használni és váltogatni, akkor csinálsz több ilyen állományt, kap különböző nevet, és mindig csak az az egy állomány nevet importálod be a központi állományba, és akkor onnan abból a különböző tartalommal rendelkező állományokból kiveszi a beállításokat saját magába, így gyorsan ne tudod változtatni a beállításokat,
az adott szekciónak a beállítását, hiszen csak azt a szövegrészt idézőjelbe beemeli automatikusan a konfigurációs fájlba, és utána már nem kell azzal vesződni, hogy a fő konfigurációs fájlt szerkeszed. Ez adja azt, hogyha ide rákattintasz, akkor lehet változtatgatni az adott témakörbe a konfigurációs állományokat. A dekorációk között lehet válogatni, például ilyen, hát igazából nem fontos, de bemutatásra nagyon jó és látható. Ilyen például itt a lekerekített sarok, rákattintasz, megcsinálta azt, hogy ne legyen lekerekítve a sarok, rögtön élő lesz, és nem kerekedett le a sarok. Oké, ugye értitek, hogy itt a változtatást, a beállítási változtatásokat gyorsan meg lehet csinálni. Oké, ez egy kész dolog, de hogyha én szeretnék valamit változtatni, például az animációk között, mert itt azért az animációk nagyon jól, tehát nagyon-nagyon jól beállíthatóak, igazából szépre, vagy nagyon csicsásra is beállíthatóak, és ezeket szokták az emberek állogatni, tehát szeretnék az animációk között valamit változtatni, ami itt nincs meg. Itt különböző beállításokat, gyorsabb, dinamikusabb, egyéb beállításokat készített, ilyen előbeállítás között válogathatsz. Igen, szeretnék mást állítani, hát mit csinál ilyenkor az ember? Ide kattint, meg tudod nyitni azt a könyvtárat, ami tartalmazza ezeket az állományokat, editálni tudod azt az állományt, tehát azt a beállítást, amit éppen használsz, illetve újra tudod tölteni, és a variációknak van egy kis ilyen magyarázata, oda megyünk a GitHub oldalára, ahol le lehet tölteni, meg lehet nézni ezeket a dolgokat. Mondjuk ez jelen pillanatban nem annyira érdekes, hanem egyszerűen nyissuk meg érdekességként a foldert, a mappát, megnyitja a mappát, és lehet látni, hogy itt vannak a beállító fájlok az adott állományhoz, az a config könyvtáron belül az animációkhoz tartozó beállítási állományok, ezeket te szerkeszheted. Nyilvánvalóan szerkeszheted, de hogyha te szeretnél valamit, hogy is mondjam, kipróbálni, és ezért tetszik nekem ez a rendszer, akkor nem kell más csinálni, mint a legjobban a te elképzelésedhez közel állót lemásolni, kap egy nevet, és azt szerkeszteni. És hogyha szerkeszted, kipróbálod, betölteted vele, és hogyha tetszik, akkor azt használod, ha nem, nem jó, vagy éppen valamit nagyon eltoltál, simán a listából ki tudod választani azt, ha pedig valami nem sikerül, visszatöltöd azt az állományt, azt a konfigurációs fájlt, ami éppen az előzőekben működött. Oké, a háttérképek, nem akarom túlzásba vinni, effektusokat tudsz a háttérképhez tenni, nem hat meg. Tehát a háttérkép legyen háttérkép, valami kinézete legyen a dolognak, aztán kalap kabát. A következő a rendszerbeállítás. A rendszerbeállítás itt is azért kényelmes meg jó, mert ezt a központi beállító állományba te saját magad ilyen szövegszerkesztéssel meg tudod tenni. Természetes, odamész a hiperlanthoz, tehát az ablakkezelő leírásához, megkeresed ezeket, például az, hogy a file manager a Nautilus legyen, de itt egy kattintással rákattintasz, és át tudod írni. A következő beállítás az energiakezeléssel kapcsolatos, mikor menjen aludni a gép, meg mikor kapcsolja le a monitort, meg ilyesmi. Itt kényelmesen plusz-minusz beírogatásával meg tudod tenni. A következő, ami nekem nagyon tetszik, és bevallom neked, ez nagyon bejött nekem, több monitorom van, különböző beállítású monitorokat szoktam használni, különböző munkához. Hát itt ő a monitor részt, ami egyébként gyakorlatilag egy statikus rész a konfigurációs állományba, hiszen egyszer beállítod a monitorokat, felbontás, elhelyezkedés, egyéb kalapkabát. De ő is rájött arra, vagy legalábbis szerintem, hogy az nagyon jó, hogy többféle monitor beállítást tudsz használni, például, hogyha négy monitorod van, akkor be tudod állítani a rendszert, hogy mind a négyet használsz. Ott, ahol fizikálisan van, úgy nézzen ki a beállítás, hogy azért az egeret normálisan tud mozgatni, de esetleg előfordulhat, hogy három a négyből nem kell, csak egy legyen beállítva, azt is meg tudod csinálni. Tehát a monitor beállításokat szintúgy különböző állományokba kirakosgatta, tehát lehet látni különböző beállítású állományokat. Hozzáteszem, itt ne váltogass
a dolgok között, hiszen itt a felbontást is változtatja, tehát a konfigurációs fájlba bent van a felbontás, ezeket saját képre kell szabni, beállítani, de nagyon kényelmes, egy váltással különböző konfigurációkat meg tudsz tenni. A többit, hát a többit igazából én nem szeretném nagyon kiemelni, el tudod képzelni a gyors billentyűk beállítása. Itt egy darab van, bele tudsz nézni, bele is nézünk, és itt bele is nézünk. A billentyű kiosztás, illetve a gyors billentyű kiosztás nagyon egyszerű. Itt alapesetben nem okozhat gondot, nagyjából, nem teljesen, nagyjából, ha valaki használt már ablakkezelőt, nagyjából ezt a rendszert, ezt a szintaktikát szokták ott is használni. Értelemszerűen egy picit elolvassuk a leírást, hogy azért az egész képet lássuk, és utána már készíthetünk egy sajátot is, és utána már váltogathatjuk a billentyű kiosztást, gyorsan nem kell a konfigurációs fájlhoz nyúlni. A következő, amit megint kiemelnék, az ablakszabályok, mi hol jelenjen meg. Itt is van egy olyan alapbeállítás, amit ő a fő konfigurációs állományból kiemelt, és természetesen többet is létre tudunk hozni. Ebbe is nézzünk bele, csak azért, hogy érezzétek, szabály, legyen lebegő, amit úgy hívnak, hogy így. Ennyi. Tehát itt igazából nincs olyasmi nagyon izgalmatos dolog, ami egy szabály elolvasása után, tehát leírás elolvasása után gond lehet. Picit igazgat az ember rajta, mi hogyan jelenjen meg, hogyha szeretnél egy ablakhoz, egy programhoz saját szabályt rendelni, akkor természetesen megteheted. Nagyon jól szabályozható. Aki használt már ablakkezelőt, meg egyéb ilyen rendszert is, szerintem KDE alatt is be tudod ezeket állogatni, nyilván grafikusan, ablakszabályokat, akkor ő ráérzett arra, hogy ezt érdemes megcsinálni, ott fog megjelenni minden, ahol te neked kell. A következő gondolat az, hogy lépünk tovább, letakarítottam az asztalomat, mert tele volt mindenfajta nyitott dologgal. Hiperland beállítás, na hát ez a legkényelmesebb dolog, mert a hiperland beállítása, hát bizony van, amikor kényelmetlen, keresgélni kell, mit, hogyan és hol kell beállítani. Egy ilyen alapbeállítást változtatunk, felkiáltású beállító panelt összeszedett a srác, lehet látni, hogy gyakorlatilag az ablakokkal, dekorációkkal, egyebekkel kapcsolatos dolgokat be tudod állítani, elmosás, keretek, egyebek, végig kell nézni, sok minden van, animációkat ki tudod kapcsolni, például ez nagyon-nagyon kényelmes dolog, miért? Mert természetesen, hogyha kisebb a géped, nem keveset teszik ez a rendszer, kisebb a géped, akkor az animációk nem zavarnak. Egyéb beállításokat, a változókat be tudod állítani, nyilvánvalóan a használt változók között egy darab van, ezt el tudod távolítani, az animációkra vonatkozó dolgot nem szeretnék hozzányúlni egyelőre. A következő dolog rendszerbeállítás, tehát magának a rendszerednek, tehát nem az ablakkezelő rendszerednek a beállítását itt meg tudod tenni, illetve inkább azt mondom, hogy meg tudod nyitni a konfigurációs állományokat. Én úgy gondolom, hogy kényelmi dolog, de alapvetően nem kell. Nézzük meg rendszerbeállításokat, hát a konfigurálni tudod, ami ide van írva, a monitorokat, a networköt, tehát a hálózatot, Bluetooth-t, egyebet. Meg tudod nyitni a Pacman konfigurációs állományát, upgrade-elni tudod a rendszeredet, hát ezeket tudja. Plusz, oké, ingyen van, örülünk neki. Nem létfontosságú, de kényelmi dolog. A következő a kinézeti dolog. Változtatni tudod a háttérképet, nézzük meg, egész normális háttérkép változtató dolog van, most szépen beolvassa az összes állományt. Beolvasta az összes állományt, kiválaszthatod, amit szeretnél. Ilyen beállító panel nagyjából a nitrogén elnevezésű beállító panel volt, amit lehetett használni, természetesen melyik monitoron jelenjen meg, hogyan rendezd, véletlenszerűen opciókat be tudod állítani, meg természetesen exittel ki tudsz lépni, változtatunk háttérképet, biztosan, hogy biztos, hogy lássátok, hogy ez működik. A többi beállítás egyszerű,
a témáját meg tudod változtatni. A panelnek úgy állogatod be, ahogy szeretnéd, hozzáteszem, nagyon nem kell hozzányúlni, mert ő automatikusan változtatja, úgyhogy ha neki arra szükség van, értelemszerűen a gnómos, illetve a KDS témákat be tudod állítani, jó kis panel van hozzá, nem hiszem, hogy különösebben gondot okozhatna ennek a használata. Nyilvánvalóan ez nem a Hyperlandnak a része, hanem ilyen beállító panelokat, bárhol találkozhatunk velük. A következő az SDDM, a bejelentkező képernyőnek a beállítása. Itt le tudod tiltani, engedélyezni tudod, nem kéne letiltani, mert hogyha terminálba kell bejelentkezned, terminálból kell bejelentkezned, nem biztos, hogy menni fog, és természetesen az ottani háttérkép kinézetet tudod állogatni, nem nagyon érdekel, bejelentkezek, általában meg sem nézem legtöbb esetben, hogy milyen háttérkép van rajta, jelszó megad, kiválasztom az indítandó ablakkezelőt, vagy asztali környezetet, aztán ennyi. Hát első körben ennyi. Oké, tehát innéd egy csomó beállítást el fogunk tudni érni. Én azt szoktam ilyenkor gondolni, hogyha indításkor megkapjuk ezt a panelt, végignézzük, mit hol találunk meg, beállogatjuk, akkor már egy picit megismerjük a rendszert, annak a nagyszerűségét. A három pötty alatt mit találunk? Természetesen az összes oldalára oda tudsz navigálni, YouTube csatorna egyéb, tehát gyakorlatilag azért nem maradsz információ nélkül, a Hyperlandnak a cuccait is meg tudod nézni, a homepage-et, illetve a wikiet napi szinten kell nézegetni. Upgrade-elni, illetve eltávolítani tudod ezt a beállítóállományokat, aktiválni, ahogy telepítéskor mondtam, különböző könyvtárba tudod különböző verziószámú dotfájlokat, beállítóállományokat rakosgatni, közte tudsz váltani villámgyorsan, el tudod indítani azt a posztinstallációs dolgot, amit az előbb már meg is csináltuk. A következő pontok egyértelműek, System Info és a diagnosztika lefut. A diagnosztika ennyi, tehát ne arra gondolj, hogy nagy egyéb dolgokat ellenőriz, nézeget a gépedbe, megnézi, hogy ami neki kell, fönt van-e. Ennyi. Oké, ennyi volt a beállító panel, illetve az üdvözlő dolog. Hasznos. Tehát itt nem arról van szó, hogy kapsz egy reklámot, és lépj oda az én honlapomra, mármint a készítőjére, és a micsoda szuperek vagyunk, meg köszönetet mond sokan, hozzáteszem nem mindenki, az egyéb fejlesztőknek, hanem egy kicsit túlmutat ezen. Oké, következő lépés, nyilvánvalóan egy gyors értékelést szeretnék lefolytatni a panelra. Logikusan a panel az, ami mindenkinek kell. A panelt ide-oda tudod rakosgatni, különböző panelbeállítások vannak, mondtam, hogy a beállítást lehet változtatni, különböző témák szerint különböző sötétebb, világosabb, egyéb összerakás van, van olyan, ami leteszi az aljára, szóval a megszokott dolgokat megkapod. Oké, gyorsan átmegyünk rajta, mindenki ismeri a dolgokat, applikációk megindítása, kapunk egy normális start menüt, mindenki tudja használni, kiválasztod, amit indítani akarsz, itt keresel, applikációk egy fakba, a futtatható állományok még egy fakba vannak, és ezt kell, el fogjuk tudni tüntetni. Következő dolog, a mesterséges intelligenciát segítségül tudod hívni, hát nem tudom, hogy miért tette ide a srác, nekem nem kell, de hogyha esetlegesen neked kell, ChatGPT-vel szeretnél beszélgetni, innéd el tudod érni. A következő alap dolog a Firefox indítása, nem mutatom be, ha pedig idehozod, és rákattintasz, akkor ennek a panelnak különböző témázását meg tudod csinálni, hát ennyi, rábögtem egyre, random, letette ide, és ennyi. Azaz sokféle van, végig kell nézni kinek, hol tetszik. Nekem most nagyon jó, hogy véletlenül rábögtem erre, mert én itt lent szeretem, nem fönt a bárokat. A következő elindítja a fájkezelőt, ennyi. Az, hogy egyes bárok, egyes panelok, inkább így mondom, egyes panel beállításban több van, kevesebb van, hát azt ki kell próbálni. Gyakorlatilag teljesen mindegy, mert egy idő után úgyis ráérez az ember arra, hogy sajátot fogok összerakni. Középen megkapjuk az asztalválasztót, gyakorlatilag mindenhol itt van. Egy frissítés kezelőt kapsz, ami gyakorlatilag egy terminál, és megkérdezi, szeretnél-e frissíteni, és utána lefut a frissítési folyamat, mármint a rendszer frissítési folyamat. Kényelmes, Arch alapon vagyunk, azaz azért naponta, hetente
két naponta ki hogyan szokta. Frissíteni kell, itt lehet látni, hogy hány darab frissítés van, előfrissítettünk, nulla. Hangerőszabályzót kapjuk meg, a szokásos panelt kapjuk meg, nem ad semmi olyasmi extrát, ami miatt azt kellene mondani, hogy hű, de hát gyakorlatilag kényelmes. Utána a Bluetooth beállítása, illetve természetesen az internet, illetve pontosítok, hálózat beállítását kapjuk meg. A jobb láthatóság miatt váltottam kinézetet. Mi a lényeg? Ide megyünk, ehhez a három kis lapocskát mutató akármi ikonhoz, ez az eszközök. Milyen eszközök vannak, amiket előre definiáltak ide? Sokféle eszközbe lehetne rakni, aki készítette, nagyon szépen összeállított egy-két gondolatot. Az első, ez a csillagocska, ez a monitornak, a kinézetnek, vagy egyéb ilyen monitor megjelenítésnek valamilyen tulajdonságát, kinézetét állítja. Rákattintunk, rögtön lehet látni, remélem látjátok, megsárgult a kép. Azaz egy kényelmesebb, szemkímélőbb kinézetet kaptunk, illetve természetesen még egyszer rákattintunk, az alap színhőmérséklet visszaáll. Milyen lehetőségek vannak alatta? Rákattintunk jobb egér gombbal a kis ikonra, és megkapjuk ezt a választást. A kék szűrő, mint az előbb láttatok, az az alapbeállítás, ki tudod kapcsolni az ikonnak a lehetőségeit, illetve két egyéb invertálás, a színek invertálása és egyéb beállítási lehetőség van, nekem a sárgítás megfelel. Nézzük is meg, hogy milyen egyebek vannak. A másik zárolás, tehát a képernyőt tudod zárolni, nem mutatom meg, mert azt nem tudom felvenni. Gyakorlatilag mellette a vágólapkezelő van, a vágólapra helyezett dolgokat tudod visszaívni, illetve itt lehet látni a rendszer használatot. Mellette kikapcsoló gomb és a következő ikonocska hasznos, azaz a naptárra téred el. A naptár mögött valóban csak egy naptár nézeted van, mikrofon, hangszórónak az erejét tudod állogatni, lehet a rendszer használatot látni, illetve innéd is elérheted azokat a beállító rendszereket, lehetőségeket, amit az elején mutattam, természetesen az üdvözlő appot, amit bemutattam, illetve a kettő darab egyéb programot, amit abból indítva meg tudtunk nézni. Azaz, ahogy lehet látni, egy kényelmes, jól összerakott rendszert kaptunk. A rendszerben gyakorlatilag nekem nem azt tetszik, bár ez is egy nagy-nagy előny, hogy egy normális és jól kinéző panelt kaptunk, meg adtak hozzá egyéb dolgokat, engem inkább az fogott meg, hogy magát a konfigurációs állományt szétszette a srác különböző kisebb részletekre, azt akár a programokon keresztül is elérheted, illetve annak egy részét, akár természetesen fájkezelővel oda navigálva, szövegszerkesztővel szerkesztve meg tudod tenni. Kaptunk egy kis pluszt, természetesen ilyen saját appokat, saját programocskákat, amiket itt fent is lehet látni, ez a három, amit bemutattam, amivel grafikusan tudsz beállításokat tenni. Gyakorlatilag ezek a beállítások, amiket ezekkel a programocskákkal meg tudunk tenni, valóban csak karcolgatják a lehetőségeket. Ezek a programocskák arra nagyon jók, hogy a beállításokat, alapbeállításokat meg tud tenni, de nem helyettesítik azt, hogy el kell olvasni a Hyperlandnak a leírását és a konfigurációs állományokat szerkeszteni. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Így utólag azt kell mondanom, hogy lehet, hogy a hang eléggé kérdéses minőség lesz, mert gyakorlatilag az OBS-t nem nagyon állogattam, a mikrofon, ami éppen működött alapbeállítású az OBS-be, azt hagytam. Lehetett volna ezen finomítani, de gyakorlatilag az volt a célom, hogy bemutassam ezt a kis rendszert, hogyan kell telepíteni, milyen kis extra dolgokat kapunk hozzá. Azaz, köszi szépen, hogy meghallgattatok. Mindenkinek jó Linuxozást kívánok, sziasztok!